Hangulatos nyári programmal várta az érdeklődőket és az idén programjaikon résztvevő fiatalokat a K+ és a Kreatív Kolozsvár szervezői. Az Életfa Családsegítő Egyesület tágas kertjében megrendezett esemény az idei évad utolsó K+-os rendezvénye volt. A szervezők kötetlen beszélgetéssel, zenével és kézműves műhelyekkel várták az érdeklődőket. A program idei eredményéről és sikeres rendezvényéről most is Gergő, a projekt koordinátora beszélt. A Kreatív Kolozsvár programot immár második éve szervezzük meg, tehát a második kiadásnak a végére értünk. Általában mindig magyar napokkor, a kolozsvári magyar napokon kezdünk, és a magyar napok vége, illetve a magyar nap, következő magyar napok előtt zárjuk a tevékenységeinket. Az idén három vállalkozói workshopot szerveztünk olyan fiataloknak, ötletelőknek, akik vállalkozásban gondolkodnak. Három kreatív ipari workshopot olyan művészeti oktatásban résztvevő fiataloknak, akik szeretnének a művészi termékükből megélni, és azt megtanulni, hogy hogyan lehet piacra vinni. Ez volt az egyik a színház és kulturális menedzsment workshop, a második a könnyűzene iparral foglalkozott, a harmadik pedig film és reklámfilm workshop. Ezen kívül pedig 10 kreatív Kolozsvár estet szerveztünk, ahol különböző meghívottaink voltak olyan fiatal, sikeres vállalkozók, akiknek már elindult és működik a vállalkozásuk. Tőlük a jó példát tanultuk meg, azt, hogy hogyan indították ők a vállalkozásaikat, hogyan sikerült nekik fölzárkozniuk és akár kilépni a nemzetközi piacra is. Úgyhogy nagyon gazdag programot tudunk magunkénak. Idén először egy pitch versenyt is sikerült rendeznünk. Ez arról szól, hogy olyan fiatalok, akik eljutottak olyan fázisba, hogy a piacra léphetnének, befektetőket hoztunk, befektetőket gyűjtöttünk össze, és megteremtettük annak a lehetőségét, hogy ők találkozzanak, hogy a vállalkozásaiknak befektetést tudjanak bevonzani. Illetve egy Speed 5 nevű egy hetes vállalkozási képzést tartottunk, ahol kiválasztottunk 5 olyan vállalkozó csapatot, akik elkezdtek dolgozni a termékeik fejlesztésén. Úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon széles körű volt ebben az évben a tevékenységünk, és ugyanerre számítunk, hogy jövőre is ezt meg tudjuk ismételni. Az eseményen az Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia idei díjazottjai és sikeres előadói mondták el élményeiket és karrierjükről, jövőképükről is beszéltek. Duduy Szilvia szociológia szakos hallgató, György Árpád Botond kulturális örökségvédelem mester is hallgató, valamint Boros Edina Anita pszichológia szakos egyetemistákkal Szabó Tamás beszélgetett. A fiatal pályakezdők szerint a humántudományokat választó fiatalok ma ugyan nehéz helyzetben vannak, ha a szakmájukban akarnak elhelyezkedni, de kreatív ötletekkel, személyi hálózatuk fejlesztésével és különböző tréningekkel lehetőségük van tudásuk kamatoztatására. A beszélgetést követően bemutatásra kerültek a kézműves műhelyek, és a résztvevők megízlelhették Szörcsei Ágnes kreatív ételeit is.